Nehéz, bizonytalansággal terhelt évet zártunk 2020. decemberében. A 2021-es esztendő is türelemre, kitartásra int, de reményre, bizakodásra mindig találhatunk okot. Bízom abban, hogy idén már lesz lehetőségünk személyes találkozásokra, családi kirándulásokra, és arra, hogy magunk mögött hagyjuk ennek az időszaknak minden terhét. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy még egy rövid ideig legyünk türelmesek, mert az előttünk álló nehézségeket csak a szükséges lépések megtételével együtt a jövőbe vetett hittel tudjuk leküzdeni. A Város hangja, az Erkel Ferenc Kamara Zenekar 2020-as újévi koncertjének felidézése is nosztalgikus jókedvre hangolhatta nézőinket. Nyáron talán a zenekart és a Szakály Mátyás férfikart is újra élőben hallgathatjuk. Beütemezzük a minősítő koncertet, és a nyár folyamán szeretnénk külföldre is menni. Vannak lehetőségeink Olaszországba, Ausztriába. Az őszi koncertünk pedig a Szakály Mátyásra emlékezve, azt már meg tudjuk rendezni. A Csepplin kávézó törzsközönsége sem maradt koncert nélkül januárban. Upor András Delta Blues zenéjét a World Hit TV közvetítette. There's no way out, no way out until I'm dead. Lévai Tímea és Popre Ádám színész-zenész házaspár a legkisebbeket hívta egy picuri mulatságba. Róka, farkas és a medve szaglázhatják elepedve. Szúrós gombóc lesz pici teste. Az iskolai hétköznapok nem tartogatnak minden nap mulatságot. Bundt Erzsébet, az Életakadémia januári vendége, mégsem fásult bele munkájába. Vérbeli pedagógusként képes ma is együtt érezni a gyerekekkel. Kevésbé leterhelt gyereket és túlhajszolt pedagógus tudnék elképzelni. Tehát borzasztó, amit egy gyereknek teljesíteni kell 6-7 órás napokkal, és hát a bozót harcosok, úgy küzdenek a pedagógusok is a rengeteg túlmunkával, ami fölösleges. A gyerekek kreativitására, probléma megoldó képességére épít a Budaörsi Kreaszkola innovatív 8-osztályos gimnázium. Ezúttal pályázatot hirdetett a térség iskolásai számára. A pályaművek célja, hogy felettessék a járvány okozta bezártság érzését. Olyan kreatív megoldásokat várunk, amik segítenek kimozdulni a négy fal közül, és lehetővé teszik, hogy minél több élményt gyűjtsünk. Ehhez társas játékot, vagy bármilyen táblajátékot lehet készíteni a háznál elérhető anyagokból, vagy pedig egy tervet, egy posztert, egy rajzos grafikát, amiben bemutatja, hogy hogyan lehet felfedezni a világot az otthonunk négy falak közé szorulva. Az ifjúsági bűnmegelőzési klub szintén a bezártság érzés ellen lép fel a szószoros értelmében. Vezetőjét, Pénzes Lászlót az év iskola rendőre címmel jutalmazta az Országos Rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. A szívemet ilyenkor persze boldogsággal tölti el minden ilyen jutalmazás, amikor ismerik az embernek a munkáját, de úgy érzem, hogy ez egy közös tímmunka volt a többi kollégámmal együtt, a legyen az rendőr, vagy akár legyen az polgárőr. A elismeréssel együtt járt pénzjutalom is, amelyet a helyi ifjúsági bűnözési klubnak részére ajánlottam fel. Ebből jön létre az anyagi fedezet, amelyel a klubot tudjuk működtetni egész januárban. A helyszín marad, a működtető változik. Az ifjúsági térben a járványveszély múltával továbbra is folytatódhat a fiatalok klub élete.
A tavalyi év végén a ifjúsági információs pont és közösségi tér az bezárt, és az év elején egy átalakítással a önkormányzat fenntartása alá, illetve az önkormányzat irányítása alá kerül át majd a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálattal. Állandó találkozó helyet, egyben második otthont jelent a legkisebbek számára az óvoda. A Legóvár tagóvoda új, tágasabb, több csoportszobás, eredetileg is óvodások számára tervezett épületbe költözhetett. Ez az óvoda tulajdonképpen a régi meglévő konténer óvodánknak ad új otthont. Az ottani három csoport mellé még egy csoport érkezik ebbe az épületbe. Ezután legalább 100 kisgyerek tudja majd élvezni e falak között az óvodás éveket. Február elejétől megkezdődik a város elektromos hálózatának karbantartása. Én mindenkinek azt javaslom, hogy azt a személyre szóló tájékoztatót vegye alapul, amelyet a postaládában dolgoknak be alvállalkozóink munkatársaink. Ezek mondják meg ugyanis, hogy az adott konkrét utcában pontosan mikor kell áramszünetre számítani, ha egyáltalán lesz ilyen. Új terv készítését szorgalmazza a kerékpárút Szabadságút Nagy utca szakaszára a Nem ide Buba aktivistájaként Dobi János és a Szövetség Biatorbágyért Egyesület képviseletében Lóth Gyula. A Budapest-Balaton kerékpárút kérdéses nyomvonaláról várhatóan tavasszal népszavazáson mondhatunk véleményt. Ezt nem olyan minőségű kerékpárútként képzelik el a kezdeményezők, mint a jelenlegit, tehát nem egy országos, illetve nemzetközi kerékpárútként, hanem egy helyi hivatás forgalmat kiszolgáló kerékpárútként. Lássuk meg, hogy ezt milyen módon lehet a tervező szerint megvalósítani, és akkor lehet érdemben erről nyilatkozni. Tavaszra már mindenki védettséget élvezhet a COVID-vírus ellen a Boldog Gizella otthonban. Januárban az intézmény munkatársai az igényeket mérték fel, és tájékoztatták a lakókat az oltás előnyeiről és esetleges veszélyeiről. Egyelőre egy előzetes igényfelmérés volt, hogy hány lakónk, illetve hány dolgozónk szeretne COVID-19 elleni védőoltást. Várjuk a pontos időpontot. Egyelőre maradtak a szigorú intézkedések. Továbbra is kiemelkedően fontos szerepe van a szociális intézményeknek a vírus elleni küzdelemben. A családsegítő szolgálat szolgáltatási palettája tovább bővül. Az adománypont működésével szélesedett a szolgáltatási palettánk. A rászorulóknak februárban nyílik meg ez a lehetőség. Kedden és csütörtökön 15 és 17 óra között lesz nyitva ez az adománypont a Nagy utca 58-ban. Gyergyó remetei barátainknak az együttérzés, az ezt kifejező összejövetel is sokat segített. Januártól a magyar zászló nem függhet önkormányzatuk épülete előtt. Azon túl, hogy érzelmileg megterhel, nem adjuk fel, tehát nem kesertünk egy percig se, elsősorban belül hordjuk ezeket az érzéseket, ezt az értékrendet, nem, attól mi nem leszünk kevesebbek, hogy most levettük a zászlót. Sőt. A hónap végére megérkezett az évszakra jellemző hideg, és a város belehullhatott a tél ölelésébe.